Míg az elmúlt években a vádhatóság és a bíróság munkáját elemezték, addig tavaly a védői jogok a bírósági eljárásban tárgykört határozta meg a kúria elnöke, ennek vizsgálatára joggyakorlatelemző csoportot hoztak létre. Az elemzésről a csoport vezetője dr. Feleki István a Nyíregyházi Törvényszék szakmai tájékoztatóján képzésén szólt. A kúria bírája kiemelte, a védőügyvéd egy olyan sajátos szereplője az eljárásnak, akinek önálló jogosítványai van, és többek között a védettől, az ügyésztől és a bíróságtól is független. Önálló szereplője a védő is az eljárásnak, ő az, aki dönt arról, hogy a terhet védelme érdekében mit kell és mikor kell és hogyan kell tenni, és ezért soha nem tartozhat felelősséggel se. Tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy felelőtlen az eljárása, tehát tulajdonképpen inkább úgy lehetne megfogalmazni másként, hogy nem visel felelősséget, értek? Ezért, tehát a felelőtlenséget nem a hanyagság szempontjából kell megközelíteni. A joggyakorlat elemzést tette hozzá a kúria bírája, azt is vizsgálta, hogy a védő megfelelően éle a büntetőeljárás során jogaival, s a bíróság megfelelően biztosítja el számára a védői jogok érvényesülését. A vizsgálat azzal vette kezdetét, hogy a 2011, 2012 és 2013-as évekből meghatározott rend szerint peres ügyeket választottak ki. Az ügyvédek aktivitásával kapcsolatosan többek között az derült ki, hogy a védők 19%-a élt iratbetekintési jogával, és mindössze 62% intézett kérdést a meghallgatott tanúkhoz. Én azt gondolom, hogy a büntetőeljárási törvény a hatályban lévő rendkívüli módon megnyírbálta a védői jogokat. Tehát tulajdonképpen a védőnek, bár adott látszat jogosultságokat, ezek a nyomozás során nem igen érvényesülnek. Az első olyan szakasz, ahol a védő gyakorlatilag egyenrangú félként léphet fel a vádhatósággal szemben, ez a bíróság. Én azt gondolom, hogy a védők nagy része szeretné kihasználni a jogait, és nekem az a tapasztalatom, hogy egyébként jó részt ki is használják, de erre a nyomozati szakban gyakorlatilag szinte semmi lehetőségük nincsen. Az elemző munkáról készült összefoglaló vélemény bárki számára elérhető a Kúria honlapján.